A két azonos inga között a csavarrugó jelenti a csatolást. A csatolás erőssége a rugó erősségén múlik. Az ingákat indítsuk el úgy, hogy kitérésük nagysága és a kitérésük iránya egyezzen meg. Az így kialakult egyenütemű lengésnél figyeljük meg, hogy a csatoló rugó hossza nem változik, tehát időben állandó lesz a csatoló erő. Ennek eredményeként mindkét inga megtartja kezdeti energiáját. Miként különbözik az egyenütemű lengés frekvenciája az egyes ingák független mozgásának frekvenciájától.